Köszöntök mindenkit, Uno vagyok, és ez pedig itt a Rimworld-nek a moddolt verziója. Ahol próbálunk túlélni, illetve megpróbálunk a lehető legtöbb mindent megtudni a játékról, amit csak lehetséges. Az előző részben Szefarát, őt, ezt a csajt, 33 éves, sikerült beszervezzük. Copy. Oké. Okay. Itt egyébként kéne lenni. Tudom állítani, kinek mi legyen a prioritása? Nagyon jó, oké. Okay. Ez most minket nem érdekel. Sokkal jobban érdekel az, hogy felfejlődjön a kolóniánk megfelelően. Elkészült itt egy védelmi vonalunk, ezen kívül még most próbáljuk kiegészíteni azokat a dolgokat, amik kellenek, mert eléggé el voltunk foglalva az építkezgetéssel. Oké, okay. Maguktól mennek és pattintják a követ. Nagyon jó, hibátlan. Padló, itt hogy áll? Alakulgat. Alakulunk. 16 fok, kint 7 fok. Itt kezdtük el elkészíteni ezt a kályhát, amihez kell 12 steel parts. Most jelenleg 6 darab van benne. Most még az edényeket is elkezdjük itt pakolgatni. Jó. 150, 34, nagyszerű. Oké, mindenki nyugovóra tér? Nem! Chadwick. Bepörög. Remélem visszajönnek állatok, mert szeretnénk kicsit... Igen. Vissza is jöttünk. Jó. Akkor azt mondja, hogy Arzeni. Parancsok. Vadász. Egy légy. Oké. Okay. Szuper. Itt fent valaki? Nem, senki. Még a peremvidékre kezdenek visszaszállingózni a rágcsálók, illetve a különböző rovarok. Nem. Igen, oké. Okay. Mivel már ilyen mínusz 4 fok van, ezért elég rendesen visszaesett a gombának a növési ideje. Itt van egy kis szilver. Jó, 6 darab. Lássuk, hogy hogy áll itt a kályha. Még... Ez ugye nem komoly. Jézusom. Mint púp a hátamra. Legalább annyira hiányzott ez a szutyok. Jó. Oké. Valahogy szedjük le. Nem tudom, hogy mi van benne. Nem tudom, hogy mi fog kijönni. De... Fel kell vennünk fel a kesztyűt mindenféleképpen. Amennyi embert veszítünk, annyit fogunk veszíteni. Már látom itt magam előtt. No! Heavy machine gun, 1455, aluminium alloy. Nem, nekünk steel alloy kell, viszont nincsen heavy machine gun 1455-ösünk. Igen. Még hit point. Minusz 60, igen, valószínűleg kiraknánk ide. És ez a kis kör az, amin belül már nem tud lőni. Szóval ez elég messzire ellő. De sajnos nem tudjuk megcsinálni, mert még nem járunk ott. De! Van egy retkedék hajónk! Akivel fel kell vennünk a küzdelmet. 1, 2, 13. Jó, ide a fához. Miből? Granitból. Na, state. Granit. Oké. Rádumáltál. Én a temető mellett fogunk harcolni. Nagyszerű lesz. Jó. Nem ezt terveztem ide rakni. Mennyi gránitunk van? Herbal. Gránit. 27. Ezek slate. Mindegyik slate. Akkor lehet, hogy mondjuk neko, hogyha azt megcsináltad, mondjuk ezt kellene csinálnod. És még egy zónát rakunk ide le. Méghozzá, mondom, zónát. Stockpile zone. És... na. Jó. Nagyon ügyesek vagyunk. Főleg én. És ide csak csánkok jöjjenek. Nem. A francokat csánkok. Blocks.
Snow. Igen. És prefered. Ah, vagy inkább csak Slate. Így. Nem. Nem. Azt csináld. Pattintsuk a követ, mert itt van az a rohadt hajó. Mondjuk jobban örülök, mint hogy... Annak jobban örülök, hogy itt van, mint hogy a térképnek egy másik pontján ide zuhanna le. Se... Ó, ott voltak már falók. Nem tudom, hogy mit csinál Chadwick. Doodling. Ezt azóta sem néztem meg. Szuper, az kész. Cook fine meal. Tudok egy jobb ötletet? Pattintsál kavicsot. Igen, majd azt elpakolod. Oké, okay. Jó. Befejeztük a fejlesztést. És neked 16-os a távolságod, tehát ez teljesen megfelelő lesz. Jó. Akkor biztonság. Csináljunk ide egy falat. Ugye azt mondtuk a fához. Nem gránit, hanem slate-ből. Ide a fa fölé. 66 nincs, 30 darab van. Ennyit fogunk ide csinálni. Ha tetszik, ha nem. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit rejt az a cucc. Remélem, hogy ezeket a kis szutyok pókokat, nem pedig valami mamutot, vagy valami tankot, vagy valami iszonyatos kemény dolgot. Tél is van, mínusz fok is van. Új, Isten. És mínusz 10 a hangulathoz. Nagyon gyorsan el kell innen takarítani ezt a szutykot. Erünk, Chadwick, hegeszed felfele. Mennyi védelmet ad amúgy? Where to make? Nem írja. Ez... High stone wall built for defense. Igen. Simán el lehet találni egyébként, hogyha reálisan gondolkozok, szerintem simán át lehet rajta lőni. Oké, okay. Milo, látom, hogy neked eléggé szutyog a ruhád. De most van. Can't pass him back. Jó lenne egyébként, hogyha jönnének ilyen... Ez az egy. Jó lenne, hogyha jönnének... Őket öljük meg. Kicsoda... Igen. Ő. Vedd fel a sörétest. Használd a Remingtont, és mehetsz vadászni. Kajál. Hunting Mosquito. Vedd előre ezt. Szuper. Ó, igen, simán megtámadták volna őket. Kanyar nélkül. Még egyet kell fel... Egyet kell még felépítenünk. Álzeni. Jó, és nagyon gyorsan fel fogjuk tolni majd. Amint leszettük ezt a hajót, fel fogjuk majd tolni a kaját. Elküldjük vadászni ezt a csávót, amerre csak tudjuk, amilyen gyorsan csak tudjuk. Jó. Ezeket a kutyákat innen eltakarítjuk. Ezeknél pedig eltüntetjük. Nem kell, hogy vadásszatok. Sleeping nem kell. Ezt a moszkítot sem kell. Winter has begun! Remek! Chadwick, odakint ácsorogsz, és dobálod a szutykot. Joy! Ó, mi van itt? Mi van itt, mi van itt, mi van itt? Fából. Fából csináljunk ide egy ilyen játékot. Plusz még egy buffalo bőr, igen. Meg szerintem még egy. Van 18 buffalo bőrünk? Rimfure, deerhide. Van, oké. Okay. Milyen szép kék lesz itt. Igen, három szépséget ad ez a cucc.
hasonlóképpen, mint hogyha fából húznánk fel az ágy 9-et, 6-ot, attól függ ugye, hogy mennyire jó az ágy. Most azt néztem meg, hogy mi mennyire tetszik, ez egy superior, ez pedig egy normál. Normál, gyenge, jó. Chadwick, hogy állunk? Jól állunk. Amint felkeltek a srácok, harcolunk egyet az UFO-k ellen. Nagyon reméljük, hogy aktívak lesztek és széjjel fogjátok lőni azt, ami ott kijön. Nem. Vedd fel ezt a sörétest. Neko, nálad van fegyver? Van. És Milo kell még nekem. Így is van. Te mit csinálsz, komám? Neked is kellene valami fegyver a kezedbe, mondjuk az. Nem, az. Milyen 11-es shooting, ha jó, hogy minimum. Oké, megvárjuk, amíg megkajáld. Nika, nálad van a harpoon, ezt lecseréljük szerintem egy sörétesre. Sebzés 6, távolság 16. Lássuk, hogy a harpoonnak, hogy milyen a sebzése. Sebzés 20, távolság 8. Hát, nem olyan rossz ennek a harpoonnak a sebzése, sőt. Mennyi van? Sebzés 20, távolság 8. Ha közel jön, akkor tudjuk használni, de hogyha távol marad, akkor nem. Úgyhogy szerintem biztosra megyünk, és használjuk azt. Odajövünk. Szefara, légy szíves, edd meg, de nagyon gyorsan. Megvárjuk, nincs. Mennyire undorító animációval leszik? Nem. Harcolsz? Méghozzá azzal. Mind a hatan beállunk a sorba, és mind a hatan megpróbáljuk elpusztítani ezt a hajót. Igyekez. Jó. Gyerünk. Gyerünk, harcosok. Hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hozunk ki ebből. Egy helyen vagyunk, és hogyha mellénk lő... Mindenkinek tele a tár? Dehogy? Újratöltés. És mert Milo fasz a gyerek, ezért ő kezdi a lőést. Oh! Mi ez? Stalker! Jézusom! Nem látjuk. De látjuk. Ezzel... Hát ezzel sajnos nem látjuk. Gyerünk, szedjétek szét! Nika! Gyerünk! Ez mi volt? Suppression! Game over, man! Game over! Meg fogunk halni! Jézus! Úristen! Abszolút. Oké. Okay. Ki is gyulladt ráadásul. Az is kigyulladt. Dögölj már meg! Milo. Úristen! Elbújt, azt nyomorult a hajó mögé. Neko. Mentsd meg Milo-t. Chadwick. Te. Mentsd meg Nikát. Jó lenne, hogyha nem vesztenénk el senkit. Chadwick. Mentsd meg őt. Nikának nem sok van hátra, úgy látom.
Jézusom, és ez csak egy stalker volt. Azt hiszem, hogy a második legnehezebb. Bár mondjuk elég kemény volt a fegyvere. Hú, ezt szerintem eléggé elcsesztük. Olyan szinten, hogy el tudott bújni a nyomorultora. De Milo-t ki is szedte a francba. Kellenek azok a fegyverek. Kellenek a tornyok. Oké. Rakjuk rendbe a csapatot. Lássuk, van egy nekónk. Igen, először Nikát rakjuk rendbe. Elég kemények ezek az űrlények. Nem lettek rosszra megcsinálva, azt kell mondanom. Low medicine. Igen. Annyira low, hogy nincs is. Egy kis Xergium van, meg ez a lötty. Nincs. Jó, oké. Oké. Szerencsétlen Nikát olyan szinten széjjel lőtték. Égéssérülés. Light blaster. Vese. Máj. Orcsont. Felkarcsont. Trader. És másik trader. Ó. Oh. Szuper. Ezek meg itt vannak lent. Jöhetetek volna hamarabb, hogy rohadjatok meg. Oké. Okay. Jó. Remélem megmaradsz. Ha már ennyi cuccot rád költöttünk. Nagyon-nagyon-nagyon remélem. Neko. Hát aludnod kellene, de inkább próbáljunk meg venni valami kötszert. Az egészen jó lenne. Oké, tudom, hogy rossz hangulatod van, meg hogy nem így kellene ezt. Magok. Remek. Tentacle. Oké. Ez a kajás. Kajásrác. Antibiotikumja van. Az mondjuk érdekel minket. Plusz vannak még magok. Kaját azt nem tudunk neki eladni. Simple salad. Love is meal. Lehet, hogy azt kellene csinálni. Víd, cigaret, füves cigit, pász meg! Nagyon kemény. Oké. Húst. Nem tudunk eladni, ugye nincsen olyan cuccunk ott. Na, itt mi van? Barackunk van, almánk van, bambusz. Nem hiszem, hogy kell narancs, barack. De nekünk van! És 0,1... nem hisz a francba. Oats, tomato, carrot, lettuce, corn. Corn. Ez egy nem rossz gondolat. Kukorica. Xergium Seeds már 0.12-be vesz és 27-re adja. Na, rohadjatok meg. Tomato, oats, strawberry. Strawberryből szerintem veszünk 5-öt. És cornból pedig veszünk 10-et. 15-öt. Azért, mert csinálni akarok majd tekilát. És el akarom majd adni a kereskedőknek. Meg antibiotikumból megvesszük mindet. 16-ot. Oké. Okay. Kereskedés. Ennek meg milyen van? Harci fejsze. Úristen. Hát igen, ez meg az alapanyagos, meg a kémiai védelmet nyújtó cucc. Hogyha van valami, van valahol uránium, esetleg így a hegynek a gyomrába, vegyünk egy ilyen fúrófejet, mert szerintem az majd kell. De úgy semmit nem akarunk neki eladni, meg semmit nem akarunk más tőle venni. Hogyha találunk a hegybe urániumot, és hogyha oda megyünk hozzá, az urániumhoz, és elkezdünk ott dolgozni, mondjuk elkezdünk fúrni, akkor megbetegednek a karaktereink. Na.
Na. 1, 2, 3 karakterünk van, aki... Chadwick? Te nem tudsz járni? Vagy mi van veled? Hát nehezen, 58%-ba. Bal láb, jobb láb, bal combcsont, égési sérülés. Remek. Melyik? Milo. Ó, hogy... Hetesd meg. Szuper, oké. Nem mondom, hogy automata tornyok nélkül nehéz a játék, hanem inkább azt mondom, hogy kurva idegesítő, és még nem is azt mondom, hogy nagyon-nagyon nehezen játszunk, mert abszolút nem. Etesd meg, remek. Őt is etesd meg. Még egy fertőzés. Rákened a gombát? Ki képes járni? Nagyon jó, Arzeni már képes járni. Szuper. Csak jó lenne az a mesterlövész puska. Ezt a hangot ismerem, és ezt a hangot nem szeretem. Oké, okay. Arzeni, boldogíts fel magad. Hogy állsz? 50%. Jó, valószínűleg te fogod kapni a lábat. 50%. Neko is. Aranyom, légy szíves. Etesd meg. Elhiszem, hogy fáradt vagy. Ó, oh, Chadwick! Teljesen egészséges. Nagyon szuper, nincsen maradandó sérülés. És Nikát is szeretnénk, hogyha lassan felépülne. Oké. Okay. Ja, vannak itt veszélyek. Vannak itt abszolút veszélyek. 10 fok van. Mert ez nincsen kész. Arzeni? Hát, egy picit. Igen, kicsi a fájdalom. Oké. Okay. 85%-ban tudsz mozogni. Extrém fájdalma van. Hát igen, sajnálom, ennyi az, amit tudunk nyújtani itt a kolóniába. Egyenlőre. Arzeni, te viszont maximum csak... Jézus. Come on. Azt úgy ott hagytuk a francba. Használjuk, és lőjük szét ezt a szart. Ez az. Az a baj, hogy folyamatosan újra kell töltetni vele, az automatikus újratöltést nem tudom, hogy hol kell beállítani. Újratöltés. Ez az. A shotgun egészen jól sebez. Sok 4%. Sokkal jobb, mint hogyha ezzel a Lee Enfield-del akarnánk szépülni. Volt egy az előző videósorozatomban, egy Lee Enfield-el próbáltuk meg eltenni láb alól ezeket a dögöket. Remek. Legalább valami haszna volt. Kaptunk egy ilyet. Ja, igen, ő nem fogja. Jó, a növények itt szerencsére nem pusztultak teljesen el, bár elég sokáig hagytuk fent. Az teljesen igaz. Ezen itt át lehet menni? Ezen át tudnak menni? Oké, okay. Kösz, hogy szóltál. Ennek nagyon örülök, hogy kiderült. Mennyire magabiztos voltam én ebbe a stratégiába. Úristen, de mennyire. Vágjuk ki azokat a fákat. Jó, pörögjünk fel. Nika, egészen jól van már. Egészen jól. Milo? Hol az antibiotikum? Antibiotikum.
megdobja az immunrendszert. A Neko feeding. Jó, hát meg kell gyógyulnotok, éhes, igen. Feeling terrible, hungry. Poor mod. Kinél? Nem csodálom, tesó. Nem csodálom, hogy nem érzed magad jól. Mindenki elveszíti a járásának nem tudom hány százalékát. Jobb láb, bal láb. 36%, 37%. Nika! Ez az, nagyon szuper. Mennyire vagy fáradt? Ja, Chadwick jön. Chadwick jön rendbe rakni. Meg kell etetni a srácot. Nem szeretném Milo-t el... Oké, jó. Örülök, hogy Szeparát így megtaláltuk, mert így szintén fájméleket tudunk készíteni. Szintén fájméleket tudunk csinálni. Solar Flare. Hát, annyira nem hat meg minket most, hogy nincsen világítás. Ja, elektromosság. Na, ez viszont meghat minket. Ez teljesen meghat minket. Méghozzá azért nem meg fogunk fagyni. Hőmérséklet. Van B-terv. 15 kidling. Jó. Akkor légy szíves. Vágjunk össze. Muszáj. Négy fok. Így. Szerencsétlen csávokán meg fog pusztulni. Szép fog fagyni. Mondom, gyújtsd már be azt a tizet. Így is van. Ne, hanem vág tovább. Öt fok. 5, 4, 5, kint, 4 fok van. Benn meg hidegebb. Remek. 5 fok, 3 fok. Neko, kik vannak még itt? Nika, ő is fázik. 7 fok van bent. Hát 7 fok az eléggé hideg. Nagyon jó, oké. Kicsit ráfűtöttünk. Igen. Jó, összeszedjük a cuccokat, kivágjuk a fákat. Hú, Arzani. Úristen, bebugolt a játék! Ezt nézzétek meg! Elindítom. Nem? Őt akkor ne támadd. Igen. Teljes mértékben bebugolt. Az gáz volt. Oké, vannak olyan állatok, amik eltűnnek így a textúrába, és hogyha ezek manhunterök lesznek, akkor ott nagyon nagy problémák vannak. Na lássuk. Remek! Oké. Nagyon jó. Jó. Tehát akkor úgy tudjátok ezt a bugot megszüntetni, amikor így elkezd ömleni a lőszer, hogy egyszerűen csak kiveszitek a kezéből, aztán újra a kezébe adjátok. Jó, én ezt itt le is bontom, az a slate az ne menjen kárba. 6 fok, 8 fok. Igen, most már ez is egy zárt terület lett. Ez is egy zárt terület. Azt majd fel fogom oldani. Mindennél bizonnyal. Nika. Igen, beviszed a cuccot. Pörögjünk fel.
nem. Te most azt fogod bevinni. Úgy. 13. Oké, okay. Neko. Vágj el egy kis fát. Úgy látom, hogy nem, abszolút nem megy az energiatermelésünk. Nem működőképes. Chadwick. Na, 21 fok, és 14, és 15, és eléggé hideg. Eléggé hideg van mindenhol. Hűvös, akarom mondani. Lehet, hogy ide Milohoz rakok majd be egy kályhát. Amúgy tuti, hogy azért is van hideg, mert itt van a hűtőnk, és ennek nem kéne így itt lennie. Át kellene költöznetök, fiúk, lányok. Mondjuk úgy ide két szobával. Az úgy egészen pazar lenne. Tudunk valamit csinálni egyébként, ami egy újdonság? Egyebeknél... ezek nagyon jók. A karaktereknek, ezeknek az eszközökkel, ezek az eszközök segítségével tudjátok fejleszteni a kommunikációt, a közelharcot, szintén a közelharcot és a lövést. A shootingot. Ezek nagyon jó cuccok. Lesznek még, amit lehet egyébként csinálni. Csak most nekünk. Nekünk az nem kell. Na! Szén. Szén segítségével. Szén erőmű. Vagy pedig szélturbina. Nem tudom. Electronic components. Ugye a szélturbina az egy automatikus, ugyanúgy, mint a napelem. És dolgozik akkor, amikor van szél. Ilyet már csináltunk. Csináltam egy előzőbe. Integrált áramkör kell a kapcsolóhoz. Jaj, gratulálok. Nem nagyon szeretnénk ebbe az irányba elmenni, hogy ilyen kapcsolókat csinálgatunk. Most még biztos, hogy nem. Biztonság, semmi egyéb. Termelés. Játszanak vajon a játékkal? 15-ös beauty. Beauty. Normál. Suri. Egy beauty. Úristen. Nagyon szar csináltunk. 6 beauty. Oké. Okay. Az annyira nem oké, okay, de nem nagyon van. Illness. Milo. Extreme. 87%-os. Eclipse. Egyre jobb. 21 fok. Oké. Okay. Ez még ég valameddig, ez a tűz, 2 óra hosszáig. Milohoz szerintem be kellene raknunk, bár mondjuk akkor itt veszi... Nem, ezt itt ki kellene bontanunk. Ki kellene bontanunk ezt a részt, és megcsinálni ilyen nagyobb zónának. És másik irányba szerintem erre szobákat csinálni. Itt is ezt szabadon hagyni, vagy akár egy ilyen elrekesztett résszel, és ide megcsinálni a szobákat. Parancsok, harvest. Igen. Gleam cap az mindenféleképpen hasznunkra lesz. Semmi. Milo már képes járni. Nagyon örülök neki. 12 fok van, ez ide kevés. 7 fok. 7 fok. Egy ide nagyon kevés. És mínusz 7 fok van, meg fogunk fagyni. 2 fok van. Jó, egyébként, hogyha most ebbe a pillanatba jönne egy cold snap, akkor valószínűleg mi itt is maradnánk. Valószínűleg itt pusztulnál a kolóniánk. Hé, tesó, te hova akadozol? Te mit csinálsz? Wandering, ne wanderingoljál! Menjél ide! Keressünk neked valami állatot. Mondjuk őt! Azt szedjétek össze. Plusz még megint valami vadászni valót, amit nem nagyon találunk. Buffalo! Buffalo! Oké. Okay.
Na. Leülsz kicsit dumálni, hát ha valaki akar veled beszélgetni. Oké, okay, helyek közel egyenesbe jöttünk. Gombákat azokat jó lenne, hogyha termesztenénk. Visitors. December 6. December 6-a van, ez a seggfej jött ide. 6-os. Próbáljuk meg növelni kapcsolatunkat. Nagyszerű lesz. Egyszerűen remek. Jó, ezt nem tudtam megmutatni, nem tudtuk kipróbálni, hogy működik-e vagy sem az elgondolásom, de remélem, hogy lesz majd rá lehetőség. Mindenféleképpen kell készítsek egy másik energiaszerző variációt. Valahonnan energiát kell szerezni, és azt hiszem, hogy most már tudunk olyat készíteni. Ó! Lelassítja az ellenfeleket. Ez nem is olyan rossz dolog. Ez abszolút jól hangzik. Egy ilyet ide kipakolni. Rengeteg alapanyag kell hozzá. Homok, clay, X. Oké. Okay. Biztonság, termelés. Termelésnél ugye azt a cementmixert kell majd összehoznunk, mert a cementre lesz szükségünk. Valamint az ilyen vasbeton szerkezet is abból tudjuk majd megcsinálni. Ablak. Üvegajtó. És az automat ajtó, és el is készült az, amit akartunk, elektronik komponens kell hozzá, meg vas, ahhoz, hogy vasat tudjunk csinálni, és néhány elektromos ajtót majd fogunk kipakolni, csak szerintem még nem most. Még nem most, igen, 2, 5, 7, na, 12 van, szuper, oké. Okay. Akkor elkezdhetünk gondolkozni máson. Jó, itt tárolók vannak, különbözők, lámpák, a lámpákon is lehet, ne, szerintem. Bútorzat, az most ezt tudjuk, ami 20-20-ba kerül, 20 bőrbe, majd fejlesztjük ezt is, valamint hosszú asztalt is el fogunk készíteni. Parts journal table. Dekoratív. Ó, díszasztal. Padlók, igen, azok annyira nem érdekelnek minket a hőmérséklettel kapcsolatban. Hát... szerintem abba az irányba kellene fejleszteni, mert itt a tél a nyakunkon, és kapunk egy cold snap-et, nem tudjuk befűteni az egészet. Hopp, meg is van. Mine extractor, 40... Digs deep in the ground and extracts crude oil metals from the earth. Oké, okay, ezt nagyon-nagyon meg akarom csinálni. Igen, ezt elolvasom. Open earth create diffuse which can be used power layers. Planets crushed. Gondolom ez csak egy ilyen, igen, ez egy fúrójuk. Lyukfúró. 8 elektronik komponens és... nincs elég. Oké, okay, azt én aláírom, hogy nincs elég. Elhiszem, de hova a francba rakhatom le? Jó, oké. Okay. Na, akkor amire nekünk most konkrétan szükségünk van, az... az az lesz, hogy nem ez, ez. Personal shield, na mi kell hozzá? Crafting 10, helyes. És rengeteg összetevő, amit fingunk sincs, hogy mi az, még nem is fejlesztettük ki. Jó. Nagyon jó poén volt. Ez kell. És 10 concrete, 2 steel parts. Ahhoz, meg hogy ezt csináljuk, mennyi kell hozzá? 40, 50-ig. Menjünk el ezzel elkészít x darabig, és klilik 50-ig. Jó, valamint ezen kívül rakjunk le egy nem, mert integrált áramkör kell hozzá, az meg eléggé kevés van, de van ez a kézi mixer, hát ha ez megfelelő lesz. Mondjuk úgy ide.
Nincs elég steel pálc. Oké. Jogos, először ezt kellene megcsináljuk. Mert tényleg elég hűvös van. Most annyira nem gáz. Oké, pakoljuk be fel a húst. Ameddig növényünk van, ugye addig csináljuk, csináljuk a fine meal-t. De utána már nem akarunk ezzel foglalkozni. ...13 fok van bent, kint mínusz 6, 12... nem is olyan rossz. Azt kell mondjam. Abszolút nem rossz. 7-es, jó. Oké, kutatás. LED lights. Nem. Ez jó, 20%-kal növeli a hatékonyságot. New furniture, crafting plasma, laser, antimateriál, communication system, ahhoz is kell integrált áramkör, az se jó. Levegőforgató, igen, falak, candy making, ahhoz kell valami gyümölcs szerintem. Nem. New furniture. Hát nem tudom. Levegőforgató, erre kíváncsi vagyok. Levegőforgató, mert... hát, hogyha... Szerintem a levegőforgató sokkal hatékonyabb, mint ez a vent. Ami itt van. És hogyha a levegőforgatót rakunk le... akkor lehet, hogy elég lenne egy helyen befűtenünk, keményen, és az szépen átfújná a levegőt az egyéb szobákba. Az nagyon-nagyon jó lenne. Annak nagyon-nagyon tudnék örülni. És ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lenne. Jó, viszont én most itt lezárnám ezt a részt, lassan szerintem elkész. El is készült! Szuper! 21 fok. 20 fok. 15 fok. 11. 10. 10. 9. Hát, hőmérséklet. Pudvent. Így. Hagy jöjjön át a 20, 21 fok, ne csak 11 fok legyen. Körbe tudunk teljesen szellőztetni ugye mindenkinél. Itt is, meg ott nem tudjuk. Oké. Itt majd kell egy ilyen. Mit csinálsz? Meditál. Nagyszerű. Építmények. Slate. Oda. Úgy. Jó, én akkor itt le is zárnám ezt a részt. Elpusztítottunk egy hajót, felhasználtuk az összes gyógyszerünket, hogy Nikát életben tartsuk. És teljes mértékben rá is meg is szolgálta, mert nagyon hasznos tagja a társadalmunknak, a kis csapatunknak. Remélem, hogy lassan jövünk egyenesbe. December 7 van, enyhe telünk van most, de ez nem jelenti azt, hogy ez így is fog maradni. Tehát ezt a belső részt még átgondolom, hogy hogy lesz, valószínűleg szobákat fogok itt kialakítani. Szobát, és megpróbálunk ugye... Abár nem tudom. Jó lenne a hegybe is bevennünk magunkat. Én annak is nagyon örülnék, ez itt van kezdésnek, alumínium fallal. Valamerre el kell kezdenünk fúrni. Ásni. Sőt, ki is adom a parancsot. Ezt itt bontsák le, valamint parancs, bányászat. 30-ig. Így bizony. Jó, kiadtam a parancsot, remélem, hogy be tudnak fúrni a hegybe, és szeretnék ide elhelyezni a kolóniámat. És utána ezt a részt felszámolnám, mert ez abszolút nem tűnik életképesnek. Ellenben, hogyha itt maradok, akkor itt be tudnak jönni, de valószínűleg kinyitom az ajtót, és ezt szépületet megcsinálom egy labirintusnak ilyen formába. Remélem, elég idióták lesznek az ellenfelek, és megeszik ezt az utcot. Nika már ott is van, és elkezdi pakolni kifele a dolgokat, de majd inkább Chadwick lesz az, aki jobban bele fog ásódni így a dolgokba. Méghozzá azért is, ezt vigyük innen, mert a kezébe adjuk majd a csákányt.
Még azt az egyetlen egy mozdulatot várjuk meg, utána nem is lesz több. Oké, a cement keverőt is elkészítették. Arzeni az rendesen hozza a cuccokat. Nagyon jó vadász. Legalább valakit nem kell nélkülöznünk a belső tartományba arra, hogy ilyeneket csináljon. Levadáztál mindenkit? Legyilkolták egyetlenül mindenkit. Nagyon jó. 11 nap múlva elrohad. Nem, de nem is. Őket még. Valamint szerintem ezt is szedjük össze. Nincs az olyan messze. És a kutyákat. Itt lent van valami? Őzek jöttek a vágóhídra. Valamint itt van még kutya. Igen. És ezt a részt néztük ki magunknak. Őket is vadász le. Az egész bolygónak a élővilágát kiírtjuk. A rókák messze vannak. Ott vannak a vaddisznóknál. Hopp, Rimwolf. Hopp, 180 hús. Hopp. Szuper. Oké. Hát, Arzeni, lesz melód. Viszont fázik a srác. Igen, egy kabátot kell csinálnunk, ami azt jelenti, hogy ha már így belelendültünk, le kellene zárnom ezt az istenverte részt. Taylors. Nem hiszem, hogy ez az. Taylor's Workbench. Ez bizony. És kell hozzá áram. Remek. Ezt ide le is rakom. Így. Jó, azt elkészítik, és csinálunk néhány kabátot. Annak érdekében, hogy ne fagyjanak meg a kolonistáink, és majd azt természetesen le fogják venni. Hogyha eljön annak az ideje. Wooden parts. Wooden parts nem nagyon van. Wooden partsot csinálnunk kell. Szinte minden megvan hozzá, ami kell. Koronistáim most még alszanak. Chadwick is fázik. Egy fok van. Jó. Oké. Chadwicknek kiadom még ezt a parancsot, hogy inkább ott foglalatoskodjon. Ácsi. Nem arról volt szó. Woody parts? Így is van. Ezt a steel parts-ot megcsináljuk, az félre is pakolja. Erről van szó. Ügyes. Ügyes fiú! Woody parts-ot nem. Steel parts. 12 van, és ide pontosan 12 kell. Nagyszerű. Oké. Akkor azt mondja, hogy meg is szeretném nézni, mik vannak itt. Skull mask! Nagyon jó. Jacket. 75 kell hozzá, és mindent használhatunk. Information. Minusz 15. Így is van. Jackie kell, bármit használhatunk, és ebből a Jackie-ből az az igazság, hogy szeretnék 6 darabot csinálni. És ki az? Most kell átállítanunk azt, hogy valaki szabó legyen. 8-as, 9-es, 6-os. Így is van. Nem tudom, miért mondom folyamatosan, hogy így is van. Mert abszolút nincs így. Milo, megkajász és csinálj meg egy Jackie-t. Ismét eljutottam addig, hogy 50 perces résznél járok, de most, hogyha abba hagyom, akkor abszolút nem akarom folytatni. Úgy le is akarom zárni így ma ezt a részt. De egy Jackie-nek az elkészítésére nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Oké, csak visitors. Semmi gáz? Remélem, egy Jackie-t megcsinálsz egy nap alatt. Mi van rajta, ember? Camel hair suit. Remek. A vadisznó... nem. Ezek mennyi bört adnak? Life...
Leather 10. A vaddisznó pedig Leather 14. A sün, Sün Balázs, Leather 4. A nyuszi 5. Oké, akkor ezeket célszerű kinyírni. Gyerünk, Milo. Csináld meg azt az utcot. Oh. Szuper! Elkészültünk. És ott is van a Jackie. Normál. Minusz 22,5 fokot bír ki. Az nagyon jó. Ez, hogyha felveszik az embereink, akkor abszolút nem fognak fázni. Minusz 22 fokig. És csinálja a következőt. Nagyon jó fej ez a Milo. Rosszkor jöttök, gyerekek. Akkor kell, amikor valami támadás van. Zzz. Nagyon jó. Remélem, hogy nem csak a vége lesz a zznek. Oké, itt semmit nem látunk egyenlőre. Chadwick. Elhiszem, hogy fasz a gyerek vagy, de... Hey! Szeparán van? Rimful jacket. Igen. Szepara felkapta a jacket. You have stuck compacted steel. Oh, de jó. Szól a rendszer, hogy találtunk valamit. Az nagyon szuper. Your item? Ja, gondolom elrohadt valami. Na passz. Te is. Igen. 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 Na. Így. Nagyon jó, következő az biztos, hogy árzené lesz. 5, 4, 3, igen. Arzani, légy szíves. Force. Normál. Oké. Okay. Szuper. És már nincs is ott fölötte a fejénél, hogy fázik. Nagyon jó. Oké. Okay. Szépen fel fogjuk ruháztatni az egész kolóniánkat. És majd csak azt követően fogunk menni az ilyen kisebb dolgokra. Ez feltétlenül szükséges. 180, úristen! Oké. Okay. Ja, valamit ki kell találnunk, hogy több energiát szedjünk. Energia. Igen. És van belőle 5 plusz 3. Csinálunk még ide ennyit. És valószínűleg még egy ilyet. Így. Oké, ennek mennyi híja? Hú, ez is mindjárt kész. Ez pedig Chadwick fogja felvenni. Chadwick. Vedd fel. Nagyon jó. Lássuk, 4 fok van, nem fázik. Artefakt. Arzani. Mi ez? Ez hogy találtad, ember? Hát nem tudom, mit csináljak. És itt is fogom megállítani a részt. Itt van egy artefakt. Itt van egy artefakt, ami nem tudom, hogy mi. Mi az az artefakt? Na mindegy. B. Activate. Artefakt.
Utána kellene olvasnom, hogy mi ez az artefakt. Ezt így megtaláltuk. Nem tudom, hogy hogy. Nem tudom, hogy mi véget. De Arzeni megtalálta. Jó, itt fogom elmenteni a játékot, és itt fogok megállni, hogy innen tudjam folytatni ezt az egész hetet. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és elnézést, kicsivel hosszabbra sikerült ez a rész, mint ahogy én is terveztem. Következőnek találkozunk. Szevasztok!